előadását szeretném bejelenteni. Szeretettel köszöntjük körünkben nagy tiszteletünk Kotormán István, református lelkipásztor, aki Makó újvárosi református lelkipásztor, egyben iskola alapító igazgató, aztán utána református óvodát is sikerült létesíteni, és most legújabban bölcsődét. Gratulálunk és Isten áldását kérjük, és hallgassuk meg az ő előadását is, mi történik a családokban címben. Hát én is sok szeretettel köszöntöm lelki pásztor testvéreimet, a művészet képviselőit és a kedves gyülekezetet. Nagyon jól esett a felkonferálás. Hát a család témáját kaptam, és 20 percet. 10-10. Én úgy gondolom, hogy ez a téma olyan téma, a Covid-hoz hasonlóan, amiről egy egész napos előadás sem volna elég, ahogy igazán bele szeretnénk mélyedni, és minden fontos dolgot legalább érintőleg érintenünk. A család, nemzet és a társadalom alapsejtje. És szoktuk mondani, ha beteg a család, beteg a társadalom. Sajnos ma a családok helyzetével kapcsolatban is, itt a keresztény Európában is sajnos nagyon sok a probléma. Nincs semmi, ami úgy meghatározná, úgy befolyásolná az ember életét, mint a család. Ezt úgy is tudom állítani, mint egy olyan vezető, akinek Isten kegyelméből van 360 gyermeke, és a gyermekeken keresztül több mint 200 családdal tartunk kapcsolatot. Hogy ez mennyire így van. Hogy az, hogy a gyermek milyen családba kerül, milyen mértékben meghatározza a gyermek életét, jövőjét. Ez egyértelmű. Kedves testvéreim, a család alapítás az Isten által rendelt házassággal kezdődik. Nem véletlen, hogy hangsúlyozom az Isten által rendelt, mert ma nagyon sokan a házasságra egészen másképp vélekednek. Azt szokták mondani, hogy a papok mindig Ádámnál és Évánál kezdik. Hát, kedves testvéreim, ezt se lehet mások kezdeni. Ugyanis Isten rendelése szerint, hogy is történt ez? Megnézzük a teremtés történetet. A teremtés történetben Isten minden napot le tudott zárni úgy, hogy látta Isten, hogy jó. Sajnos az ember teremtését nem tudta így lezárni. Az a nap úgy zárult, hogy és látta Isten, hogy nem jó az embernek. És ekkor történt, Isten rendelése szerint, szerzek még ilyen hozzáébert. Nyílik Ádámhoz, a férfihez, Éva, a nő. Igen, a férfihez, a nő, a hozzáillő. Isten hogy is szervezte ezt a kapcsolatot? Milyen társat teremtett Ádám? És hogy?
hogy történt ez a teremtés. Isten Ádámra bocsájtott. Ádámra. Mondjuk kedves testvéreim, ha voltunk már, pedig ugye voltunk szerelmesek. Az igazi szerelemnél ugye se kép sem van. Úgy lefogytunk. Hát Ádám is így volt. El lett altatva. És Isten Ádám oldalú oldájából formálva nőtt. Vajon miért pont az oldalú oldában? Miért nem a lábában? Hát azért kérdés, hogy nem hogy nézett volna ki Ádám fél lábban. Meg akkor fél lábban ő mondhatta volna, hogy hát kaptam a mindenhatótól egy lótifutit, hát majd az elintéz nekem minden. Ugyancsak mutatta volna, hogy hát én egy kézzel nem tudok semmit csinálni, mert hát van egy jó kis robotgépen, majd azt nem csinál mindent. De nem is a fejéből. Hogy Éva asszony gondolkodjon úgy, hogy na, apukám, akkor majd én megmondom, hogy mit csinálok. Nem a kezéből, nem a lábából, nem a fejéből. És miért? Nem fölé, nem alá, hanem mellé. Kedves testvéreim, az a csodálatos, hogy egy férfi pont úgy néz ki, mint egy férfi. És egy nő pont úgy néz ki, mint egy nő. Tökéletesen másképp működnek. Másképp gondolkodnak, másképp éreznek. És a művészet nagyon csodálatosan kivagyja is, rácsodálkozhatni. És ez a csodálatos. Igen. Mert Isten ezt így rendelte, és ez ezért jó. Ezért tudják kiegészíteni egymást. Mert ami nincs meg egy férfi, ez meg van egy nőbe. És fordítva. Ezért tud a férfi család feje lenni, nagyon család színe. Ugye, hogy ha megnézzük a fejünket és a szívünket, az agyunkat és a szívünket, ugye, hogy mennyire más funkcióknak kell megfelelni, mások a feladatoknak. De ugye, hogy mennyire egyformán szükség van mind a kettő. Ugye, hogy egyik nélkül sem tudnánk létezni. Hát, kedves testvéreim, én, mint iskola igazgató, sajnos a 360 gyermek tekintetében látom, hogy mennyire sérült az a család, az a gyermek, ahol csóka családban él az a gyermek. Ahol hiányzik vagy a szív, vagy a fej. Mert hogy egy egészséges életre szükség van a szívre is és a fejre is, ugyanúgy az egészséges családra is szükség van mind a kettőre. Mert akkor kap meg mindent a gyermek, amire neki szüksége van. Kedves testvéreim! Istennek a családban mi a legnagyobb ajándéka? A gyermek. Ennél nincs csodálatosabb. Amikor Isten megajándékoz két embert egy új élettel, és kedves testvéreim, a valóságban is ezt látjuk. Csak ez az emberi kapcsolat tud új életet adni. Az ilyen mondva csinált kapcsolatokból nincs új élet, és nem is lehet. Csak az Isten rendelte család ad új életet. És ez csodálatos. De amilyen nagy áldás a gyermek, kedves édesanyák, édesapák,
sokan úgy gondolják, hogy a gyermeknevelés olyan, mint a foci, ahol mindenki ér. Viszont szülők, pedagógusok, akik régóta gyakoroljuk a gyermeknevelést, bizony látjuk, hogy minden jó szándék ellenére, és bizony sokszor nem minden úgy sikerül, amivel szeretnénk. Bizony sokszor meg kell látnunk, sok mindent elhatottunk. Sok mindent nem jól tettünk. Sok mindent másként kellett volna. Kedves testvéreim, a gyermeknevelést tudomásul kell venni, hogy egyeneket se lehet jóra szívni, vagy jóra verni. De nem elég a szép szövegeléssel. Főleg, a gyermek a szép szövegnek az ellenkezőjét látja megvalósulni. A gyermeknevelésben a legfontosabb a személyes példa. Bizony, kedves testvéreim, gyermekeink előtt, akár akarik, akár nem, példák vagyunk. Csak az a kérdés, hogy milyen példák. Mit lát, mit hall, és mit érez a gyermek. Mert legyünk tudomásul, évek múlva magunkat halljuk vissza, és magunkat látjuk. És azt a szeretetet, hogy a szeretet helyett azt a valamit fogjuk mi visszakapni tőlük, amit most ő kapta tőlük. Ez így működik. Váci Mihály osztani magad, hogy soha se gyárol. Ugye? Önmagukat osztunk. Vagy egy másik, ugyancsak Váci Mihálytól. Kicsikhez hajolni, hogy magasabb gyárol. Ugye, hogy milyen szép. Kedves testvéreim, szülők, pedagógusok, lelkészek, vajon mondhatnánk így is, hogy mi mivel tápláljuk, mivel tevetjük gyermekeinket. Nem csak testi, hanem lelki értelemben is. Mert amilyen fontos a testi életünk számára, mai szóval élve az egészséges táplálkozás, kedves testvéreim, ugyanilyen fontos a lelkünk számára is. Mai korban nagyon fontos, hogy a szülők odafigyeljenek, hogy mit olvas, mit néz, milyen lapokat forgat az interneten a kicsi gyermek. Mert én úgy gondolom, hogy ez is a mi felelősségünk. Mert ahogy a testünket a sok méreganyag megmérgezi, ugyanígy ezekkel a dolgokkal a gyermek a lelkét is meg tudja mérgezni. Szeretnék sok minden mellett még egy fontos dologról. Én úgy gondolom, hogy egy szülő akkor neveli jól a gyermekét, ha a valós életre próbálja felkészíteni. Nem a való világ szerint, a valódi életre. Szerintem nem helyes, ha a szülő úgy gondolkodik, hogy hát bizony, én nekem nagyon nehéz gyermekkorom volt. Én az én kis tünetemet,
tüneményemnek megadok mindent. És az a kis tünemény első nyakfantása megadok mindent. Mert tűnik olyan szuper anyukája, olyan szuper apukája van. És a kis tünemény minden nap étterembe vagy szállodába érezheti magát. Mert ő neki semmi jó. Hogy az étterembe szállodába veszik működik. Én úgy gondolom, hogy az a helyes, ha a gyermek életkori sajátosságának megfelelően gyermekkorban megtanulja, hogy mindenkinek megvan a maga feladata, a családban is. Mondhatnám így is, megvan a maga pozíciója. Megtanulja, hogy annak vannak jogai, aki ismeri és teljesíti a kötelességét. Én úgy gondolom, hogy ezt jó, ha gyermek van még sok minden más, de még egy dolgot szeretnék elmondani. Jó, ha gyermekeinket megtanítjuk arra is, hogy tudjon úgy boldog lenni, tudjon úgy örülni, hogy az jó legyen a mellette lévőnek is. Ha nem önző módon, mint ahogy sajnos már nagyon sokan ezt így gondolják, csak a saját érvényesülésük, saját boldogságuk a fontos, nem törődve van mellettük lévő emberrel. Ugyanis, ha a gyermek ezt gyermekkorban megtanulja, annak jó lesz a munkahelyi kapcsolata, jó lesz a házassági kapcsolata, mert számára a mellette lévő ember boldogsága is. De olyan fontos, mint a sajátja. Ennek köszönhetően kétféle ember van. Az egyik fajta embernek akkor örülnek, amikor jön. Mert szeretetet, örömöt, derült, boldogságot sugárhoz. És van a másik fajta ember, akinek akkor örülnek, amikor el. És kedves testvéreim, ez attól függ, hogy mi van bent. Osztani magadat. Azt osztod, azt sugárzod, amit van bent. Gyerekeknek is sokszor elmondtam, amikor hát ugye a gyerekek előfordul, hogy összeugranak. És ugye mind a kettő meg van győződve, hogy hát nem én, hanem a másik. És mindig ezt szoktam nekik mondani, hogy gyerekek, magunk elé teszünk egy üvegbe mézet, a másikból ecetet. A mézes üveget szikladunk, csúnyán mondjuk rá. Még bele is lukhatunk. De a mézes üvegből mi fog kifolyni? Méz. Az ecetes üveget simogathatod. Dédelgetheted, szépen beszélhetsz vele. De ha véletlen felül, mi fog benne kifogni? Minden szép szó elején az ezt. Mi van itt bent? És kedves testvéreim, ezért fontos. Édesanyák, édesapák. Mi van itt bent? Hát adja Isten, ezt az isteni szeretetet tudjuk sugározni és átadni gyermekeinknek, mert akkor lesz Isten szerete való a mi családunkban, vagy Isten mindegyen. Amen. Én gondolom, hogy szinte majdnem a legfontosabb kimaradt, amit szerettem volna elmondani, ugyanis egy hittanórán ezzel a témával kapcsolatban megkérdeztem a gyermekeket, hogy szerintetek milyen a jó család. És a gyermekektől én ilyen választ kaptam. Ahol biztonságban érzem magam, ahova jó hazamenni, ahol mindig jól érzem magam, a béke és a boldogság szigete.
művészet kapcsán is ezt olyan színesen és olyan szépen hallgattuk. Igen, ilyen nagyon család. És láttam, hogy az egyik kislány, aki nem szólt semmit, lehajtott fejjel, szomorúan ült, és oda mentem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy te miért nem mondtál valami jelzőt a jó családra? És erre a válasz, igazató bácsi, nem tudok semmilyen szépen is megjúgva mondani a mi családokról. Adjon minden adó Isten kedves testvéreim, hogy ha megkérjük a mi gyermekeinket, unokáinkat, akkor tudjanak sok szépet és jól mondani. Mert a család egy csodálatos dolog. Istennek nagyobb ajándék a mi számunkra. Adj Isten, maradjon a szeretet. Amen. Köszönjük szépen. Ez is egy nagyon, nagyon értékes gondolatokat indító és beszélgetés indító előadásról. Köszönjük szépen Kotormán István nagy tiszteletűnek, hogy megtisztelt bennünket.